A görög kereskedők közvetítésével ismertük meg Magyarországon, mégis sokan hiszik, hogy a gyümölcs hazája maga Görögország. Sőt, vannak, akik azt állítják, a görög dinnye azért kapta ezt a nevet, mert formájának köszönhetően görög, vagyis gurul. De nem csak az eredettel kapcsolatban vannak viták évszázadok óta. Számos legenda kering arról is, milyen a jó dinnye. Decsi Vendel nagycserkeszi őstermelő mutatja kameránknak, mire érdemes odafigyelnünk vásárlás előtt. Hogyha élénkzöld a külseje, nincs megfakulva, meg megsárgulva, az arra utal esetleg, hogy napéget lenne a dinnye. Ilyen szép élénkzöldek, és ami nagyon fontos, hogyha egy dinnye már régen le volt szedve, akkor ezek a szárak, ezek el vannak száradva. Nyilván, hogyha most így, én ezért szedem mindig hosszú szárral, mert hogyha hozzám jön a kereskedő, akkor látja, hogy ezek mindig frissen leszedett dinnyék. A másik nagy pozitívum, hogyha ilyen barna cukrot engednek ki magukból, ez arra utal, hogy megfelelően édes a dinnye. Decsi Vendel őstermelő 2014 óta termeszt dinnyét 3 hektáron. Bár a bekerülési költségek jelentős növekedése őt is érinti, elégedett a terméssel, amelynek minden egyes darabjáról saját maga dönti el, hogy kellőképp megérette. Hogyha így kopogtatjuk, hogy meg-e van szakadva, vagy nincs megszakadva a dinnye, ez biztos, hogy nincs megszakadva. Ez már egy kicsit ilyen üregesebben hangzik, ebbe valószínűleg van egy kis szakadás. Ez nem befolyásolja a minőségét, tehát ez nem arra utal, hogy rossz esetleg, csak ugye a hús réteg, az abban van egy kis repedés. Ez pedig már a nyíregyházi búzatéri piac, ahol a görög dinnyének 300 forint, a sárga dinnyének pedig 4-500 forint a kilónkénti ára. Régen lékeltük nagyon sokáig. Most már úgy lehet csak, hogy meg lehet vágni, sterilen le kell zárni, és akkor úgy viszik el csomagolni. Az Agrárkamara adatai szerint az elmúlt évekhez képest szerencsésebben alakul a termés. Idén jóval kellemesebb a dinnyetermelőknek a sorsa, mint az elmúlt 2 évben volt. Ugye egyrészt az időjárás, másrészt a piaci körülmények nem voltak jók az elmúlt években. Nagyon sok dinnyés negatívan jött ki a szezonból, és abba hagyta a termelést. Idén az időjárás az kedvező volt a dinnye termelésre, meleg időszakok voltak, jól is kötött a termés. Úgy néz ki, hogy 3000 hektáron termelünk dinnyét, és ebből 2600 a görög dinnye és 400 a sárga dinnye. A legnagyobb termőterületünk az Békésben van, 1100 hektár, aztán Baranya, Tolna és Jásság. Szabolcs-Szatmár-Berek-megye, Szabolcs és Hajdúság a vége a szezonnak, ez körülbelül így is követi egymást. A legkorábbi dinnye az a déli területeken van, a legkésőbbi pedig Szabolcs és Hajdú megyébe. A szakember elmondta, Európában mintegy 20%-kal csökkent a termelés a déli országokban, amelynek hatására számos régebbi kereskedelmi partner keresi újra a magyar dinnyét. A lengyelek, a csehek, a szlovákok, a balti és a skandináv országok, valamint Németország is, ahol az elmúlt években erőteljes spanyol és olasz eladások voltak. Mártonfi Béla úgy látja, a hazai piac igényeit a termesztők bőségesen ki tudják elégíteni nagyon jó minőségű dinnyével, amely mellett az export mennyiség is tud növekedni. A dinnye szezon várhatóan szeptember közepéig fog tartani.